Sok versenyen voltak már az elmúlt időszakban is, és még sokaknak lesz a döntője. Azt gondolom, hogy iskolánk a Szent Annai Középiskola, a Református Középiskola tanév elején még nem is gondolta, hogy milyen mozgalmas és sokszínű tanév kezdődik, és aminek most is még a folyamatában vagyunk. Nagyon sok szép eredményt értünk el, én azt mondhatom annak ismeretében, hogy milyen sok munka, oktató-nevelő munka és tanulói munka, tanári munka van e mögött, és most úgy tűnik, hogy ezek az eredmények kezdenek megjelenni. A iskolánkat, vagy a magyarországi technikumokat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak a közhiteles adatai alapján egy pontszámmal látták el, és készítettek egy úgynevezett technikumi rangsort. Ennek a alapja a tanuló létszám, a bemeneti mérések eredményei és a kimeneti mérések eredményei, tehát hozzáadott érték, illetőleg az érettségi vizsga, az évismétlők száma, a digitális eszközök ellátottsága alapján állt össze ez a pontszám, és ezek alapján büszkén mondhatom, hogy intézményünk bekerült a top 100-as listába, amely a ikk.hu honlapon is megjelent. Ez alapján a 73. helyen vagyunk, örömteli, hogy a Jászlóskun-Szolnok vármegyei technikumok listájában viszont az első helyre került intézményünk. Nagyon szép eredményeket értünk el a versenyek területén, főleg itt a megyei angol versenyt említeném, ahová bejutott egy tanulónk. Ez majd a Varga Katalin gimnáziumban kerül megrendezésre. A Károli Gáspár Egyetemen a német nyelvi versenyen vehettek részt a tanulóink, itt szintén döntőbe jutottak, és szép eredményeket értek el. A McDonald's Fair Play Kupa labdarúgó, lánylabdarúgó verseny megyei döntőjébe szintén bejutottak a tanulóink, ez majd Jászberényben kerül megrendezésre. Az Épp testben, épp lélek a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében egy testnevelés elméleti verseny volt, ahol megyei verseny, ahol tanulóink az első és a negyedik helyezést hozták el. A Honvédelmi Sportszövetség által kiírt egészségügyi verseny megszervezés megrendezésére Sátoraljaújhelyen kerül sor, ezen is részt veszünk. Az ágazaton belüli és ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak országos versenyére bejutott három tanulónk, kettő gépész technikus és egy környezetvédelmi technikus. Az országos szakmai tanulmányi versenyre, az Makón kerül megrendezésre, döntőbe jutott szintén egy mezőgazdasági gépész technikus tanulónk, és a legyértei is agrárgépész mezőgazdasági gépészeti jellegű és a mezőgazdasági gépforgalmazók országos szövetség által szervezett versenyre. Ez csapatverseny volt, 6 csapatunk jutott be, az első, második és a 6. helyezést hozták el a tanulóink, hiszen 3 csapatot az iskolánk juttatott ebbe a versenybe. A Karcagi Kutatóintézet fennállásának 75. évfordulója alkalmából kiírt tanulmányi versenyen szintén nagyon szép eredményeket hoztak el a tanulóink, 2 kategóriában egy első, harmadik és egy második helyezést értek el. Előttünk van még a kihívás napja rendészeti csapatverseny, ami még ezután kerül megrendezésre, és a Nagykundián sportviadal, amely most egy hosszabb szünet után újraindulhat, és Kunhegyesen április 20-án és 21-én rendezik meg, amelyre iskolánk is készül. Ezek igen szép versenyeredmények, szeptemberben pedig új diákok is érkeznek a Szent Annaiba. A kiértesítési kötelezettségünk az április 28-ára van, mint rögzített időpont, de nyilván hamarabb megkapjuk az eredményeket a központból. Én úgy gondolom, hogy ezt határidőre meg tudjuk tenni. Hogy a beiskoladási munkánk mennyire volt sikeres, azt még nem merném megjósolni, hiszen még végleges eredményeink nincsenek, de jelentkezési lapok szép számmal érkeztek. Mezőgazdasági gépész technikus területünk az népszerű, nagyon szép tanulmányi átlagokkal jelentkeztek tanulók, és tehát szinte alig van 4-es alatti tanulmányi átlag,
és a másodikra jön föl lassan a Honvéd Kadét programmal hirdetett belügyi rendészeti gimnázium, de a többi szakra is vannak jelentkezéseink.